A Mária Isten anyja kápolnában megrendezett Semmelweis napon összesen 9 egészségügyi dolgozót ismertek el lelkismeretes és magas színvonalú munkájáért. Január 1-e óta vagyok orvosigazgató, és hát ez azért számomra egy csomó feladatot adott ebbe az első fél évbe. Elég turbulens időket élünk, már az egészségügyben biztos, és hát ami a beszédemben is elhangzott, hogy napról napra rengeteg problémával szembesülünk, amit kezelni kell a működés érdekében, és hát ez bizony néha nem egyszerű. A Dombóvári Szent Lukács Kórház orvosigazgatója elmondta, hogy 2 orvos díjaztak a Semmelweis napi ünnepség keretein belül. Dávid doktor, aki fülorgégész, hát 40 éve dolgozik az intézetben, és mindig megbízható, korrekt munkát végzett, és a kollegialitása sem hagyott maga után semmi kívánnivalót soha. Alapvetően őt ezért díjaztuk. Mirosnyicsenko Szergely doktort pedig hát a szakmai elhivatottsága miatt ő 2 szakvizsgával rendelkezik, sebészeti és traumatológiai szakvizsgával, és bizony, hát éppen az osztályunkon is a humán erőforrás hiány miatt többletterheket kell a dolgozóknak, a kollégáknak magukra vállalni, és ő ebben részt vesz. Egy ember életét elsősorban az határozza meg, milyen tisztességgel, emberséggel, szakmai eredményekkel csinálja végig. Görgei Gábor idézettel kezdődött dr. Takács Andrea adjunktusi kinevezése. Most jelenleg ugye nagy terhelés van, tehát sokat kell dolgoznunk a sürgősségen is, a belgyógyászaton is, a krónikus belgyógyászaton is, és hát igyekszünk megoldani mindent, amit csak lehet. Az év kiváló tanulója kitüntető címet Lesták Eszter Boglárka vette át. Kicsit meg vagyok illetődve, de hát különösebben úgy jól érzem magam. Örülök neki, hogy a tanárnő engem nevezett ki erre a díjra, és hát köszönöm mindenkinek. A gyógyítás csapatmunka, melyhez kell lélek, segítő szándék, elkötelezettség és empátia.